Köszönöm szépen, egyházelnök úr, hogy eljött, és azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetnünk, hiszen új év, új kezdet, és nem csak a baptistákra gondolok most, hanem leginkább arra, hogy 2017 a reformáció éve, hiszen 500 éves a reformáció, de ha a reformációról beszélünk, akkor mindenféleképpen beszélni kell a baptistákról és a baptista egyházról is, hiszen hogy is volt a három fő csapás iránya. Szeretettel köszöntöm én is a, a, nézőket is, és örülök a találkozásnak. A három csapás irány, Luteránus Egyház, Luteri, aztán a Kálvini, Zwingli Református Egyház, és az Anabaptista a Baptista Egyháznak az előfutáraként. Na most az Anabaptistából hogy lett Baptista? Az Anabaptista ág, az egy szélesen hömpölygő, sokféle, sokszínű népi uh -huh. mozgalom volt, ahogy az emberek kezébe került a Szentírás, és ez tisztult le, és ebből alakult ki, kristályosodott ki a ma ismerhető baptista egyház szerte az egész világon. Nagyon örülök, hogy ezt mondja, hogy szerte az egész világon, mert én igazán a nézőket sem, meg saját magunkat sem akarom különféle számadatokkal untatni, meg úgy lehet megjegyzni a felét sem. De az viszont mindenféleképpen megfontolandó és megjegyzendő, hogy tulajdonképpen a Baptista Egyház szerte az egész világon Körülbelül hány lelket számol, és aztán természetesen beszélünk arról is, hogy Magyarországon mi a helyzet. Gyakorlatilag az egész világ minden országában jelen van a Baptista Egyház, kb. 110 milliós közösségről beszélünk. És ezt az egész közösséget fogja össze a Baptista Világszövetség, amelynek a Magyarországi Baptista Egyház is része. Mióta? Hát ez már 1609 óta uh. működő. Közösség, és aztán mm. a Baptista Világszövetség aztán később alakult. És a magyarországi baptisták? 1846-ban volt az a pont, amikor már elindult a látható hivatalos baptista szolgálat Magyarországon. még a szabadságharc előtt? Még a szabadság Há, mondjuk a reformkorban, akkor már ott valami elkezdődhetett. Igen, akkor már elkezdődött. Az a már korábban itt voltak Magyarországon, mm. de aztán később... Német, illetve angol közvetítéssel érkezett Magyarországra a baptista misszió, modernkori baptista misszió, és 1846 óta számoljuk ennek a történetét. És akkor ezek szerint most már a magyarországi baptisták száma több tízezer, gondolom én. De ahhoz, hogy, hogy nem tudom, hogy fogalmazzam meg hivatalosan, hogy egy egyház hivatalosan is elismert egyház legyen, ahhoz mindenféle jóváhagyás, engedély, elismerés és stb. 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 szükséges. Most mondjuk nem megyünk vissza itt a három fő irányzathoz, de az utóbbi évtizedekben, vagy mondjuk majdnem azt mondtam, hogy ebben a században, vagy a múlt századra visszatérve, Magyarországon ez hogy alakult? Mikor kezdték jegyezni, elismerni, mondhatnám azt is, hogy engedélyezni a baptista egyház működését. Hosszú küzdelem volt, míg elérkeztünk odáig, a parlament sokszor tárgyalt annak idején a baptistákról, még 1905-ben hivatalosan állami elismerést kapott a baptistáknak a közössége, és akkor az akkori kultuszminiszter adta meg ezt a jogosultságot. Ezt követően is, és a társadalomban egészen néha máig is érződik az, hogy vannak, akik kevésbé ismernek bennünket, vannak, akik jobban ismernek bennünket. De az, hogy vasárnapról vasárnapra a gyülekezeteinkben, én ezt tartom egy fontos mérőszámnak, 20-25 ezer ember megfordul, ez azért jele, jelentős része a társadalomnak, a közösségeknek. Nem véletlenül mondta, gondolom azt, hogy gyülekezeteinkben és nem azt, hogy templomainkban. Igen, hiszen a, az épületeken túl sokkal fontosabb az embereknek a közössége. És természetesen mm. fontos az, hogy minél szebb és minél jobban e, mutató, sokféle funkciót betöltő épületeink legyenek, de a legfontosabb az embereknek a közössége, akik összetartanak, akik egy hídben járnak, mm. és akiknek az élete is arra mutat, amerre a, a hite. Ilyenkor mindig szóba kerül az, amikor, és most nem csak a baptistákra gondolok, amikor vallási kérdésekről van szó, hogy, és most nem megyünk vissza századokat, hogy mondjuk az 50-es években, a 950-es években. Mi volt a helyzet? Nem mi voltunk a kommunista hatalomnak a fő elnyomási csapás iránya. Ez elsősorban a nagyegyházakat érintette, vagy előbb érintette a nagyegyházakat. Aztán azonban ránk is ránk került a sor, és pont az 50-es években korábbi elődöm annak idején Kikerült a szolgálatából egy nagyon sajátos eljárás során. Voltak lelkészeink, akiket letartóztattak, bebörtönöztek. Különböző szolgálatainkat egyik napról a másikra megváltoztatták. Ifjúsági Szövetségünk volt, sok ezer fiatalt megmozgatva, egyikről a másikra azt mondták, hogy ez nem létezhet, és maximum egy pici kis bizottságként, üdültetési bizottságként létezhet. <laughs> és táborainkat zárták be, voltak templomok, amiket elvettek, szóval sokféle történet, nem csak 56-hoz, hanem előtte és utána is az elmúlt időszaknak a történetéhez nehéz történetek tartoznak. Én biztos vagyok abban, hogy nézőink, tisztelt nézőink, nagy része nem vallástörténész. Mondjuk az rendben van, hogy valaki valamilyen vallású, meg, meg még az is rendben, hogy a nagy világvallások mindazott, hogy ezt mondjam. De hogy lehet megvilágítani, vagy egyáltalán megfogalmazni azt, hogy az egyház történetben, vagy mondjam így inkább a vallások között, hol helyezkedik el, mennyiben hasonló, illetve mennyiben más a baptisták tevékenysége, mint a többieké? Most nem akarom direkt azt mondani, Igen. hogy a buddhisták meg a baptisták között mi a különbség, szóval nem akarom így egyszerűsíteni a dolgot. Azt lehet mondani, hogy a kereszténységnek a gyökerén nevelkedtünk mi is, uh -huh. és annak két, vagy azt mondhatnám, hogy két fő nagy ága van, a katolikus, illetve hát azon belül ott van a katolikus <coughs> ortodox, és a, a protestáns ága, és a protestáns ágon belül van a baptista közösség az úgynevezett hitvalló egyházak közé tartozó, annak az egyik legjelentősebb, vagy talán a legerősebb uh -huh. képviselőjeként, ami azt jelenti, hogy mi nem kereszteljük a gyermekeinket meg gyerekkorban, hanem... Na, felnőtt korban a, van víz. Igen, bemerítés, méghozzá teljes víz merítéssel. Mi meggyőződésünk szerint ez a biblikus gyakorlat, ezt uh -huh. láttuk Jézus életét tanítványok és az ősegyház életéből, és ezen keresztül úgy kerülnek be a gyülekezeteinkbe az emberek, hogy egy személyes döntésen keresztül mennek, egy személyes életváltozáson keresztül mennek, és egy személyes elkötelezettséget vállalnak. Aha. És ez egy olyan fajta közösséget eredményez, amelyben nem valami fajta <laughs> eh, nagyon táv, tőlük döntésüktől távoli eh, események határozzák meg az embereknek <laughs> az életét, hanem ő a saját vállalásuk és döntésük. <laughs> hát igen, mikor már felnőttkor közelítik, akkor ők döntik igen. el, hogy további legyen. Na most a tevékenységet talán kezdenénk úgy, hogy azt mondja, megnyitott a kapuit a kishajó baptista óvoda Pécset. Igen. Hát akkor vegye úgy elnök úr, hogy akkor ez az én kérdésemnek az első fele, hogy az odáig gyönyörű szép, hogy útjára indítanak egy baptista óvodát, de hát ezen kívül még nagyon-nagyon sok tevékenysége van a baptistáknak, és hát akkor volt egy óvoda, aztán most van is, és mi lesz az idén? Milyen terveik vannak? Nagyon-nagyon sok eseményre készülünk, nagyon sokféle gyülekezeti és egyházi szolgálatra készülünk, nemzetközi kapcsolatainkban is lesznek feladataink, és talán a legjelentősebb eseményünk az az augusztusban sorra kerülő, Magyar Baptisták negyedik világ találkozó, Az óvoda lesz. is augusztusban nyílt. Így van, hát az egy ilyen jó, jó hónap az augusztus hónap ezek szerint. Az én esküvőm is akkor volt. Gratulálok! <laughs> szóval Augusztusban lesz Debrecenben ez a nagy találkozó, körülbelül 6,5 ezer embert várunk a világ minden részéről, ez magyar a... baptistákat, akik egy hétvégét szeretnénk együtt tölteni, együtt ünnepelni azt, hogy valami új született. Ez a mi évi jelmondatunk, ezzel visszatekintünk 500 évvel ezelőttre a reformációra, amikor valami új született, a mi... Hitünkre és tanításunkra, hiszen az újjászületés, a mi hitünk, meggyőződésünk szerint ez egy mm. nagyon fontos, egy sarokköve a mi életünknek és tanításunknak, és ápoljuk a kapcsolatainkat is mm. ebben a nagy körben. Miért éppen Debrecenben lesz ez? Hát Debrecenben vannak erős baptista gyülekezetek, mm. akik <laughs> vállalták a segítséget a szervezésben. Másrészt Debrecen nagyon jó helyen van az erdélyi, Magyar mm. baptisták, a felvidéki, vajdasági és a magyarországiak úgy könnyen össze tudnak ott mm. találkozni. Már repülőtere is van, tehát a világ különböző Igaz. pontjáról érkező emberek is odaérkezhetnek. Mm. És arról nem is beszélve, hogy Debrecen városa örömmel és szeretettel fogadott bennünket, és sokféle segítséget kaptunk. Na most nem véletlenül érek vissza egy mondat erejéig a Baptista óvodára, mert ott a, a szülők, a, az óvónénik, vagy az ovisok baptisták, vagy mindenki. Hát nem mindenki. Hát, ezért kérdezem. Az óvó nénik azok, akik a baptista gyülekezethez tartoznak, ők sem teljesen mindenki, mm. de többségében, és a vezetőik természetesen. A gyerekek pedig részint a gyülekezet családjaiból mm. érkeznek, részint azokból az emberekből, akik hallottak erről, és azt mondták, hogy oda bízzuk a baptistákra a gyerekeinknek a nevelését. Egyébként nem véletlenül kérdeztem én ezt, mert rögtön kiderült, és erre is akartam kifutni, hogy természetesen a baptisták, tevékenységét, most akár a szeretett szolgálatra is gondolok meg a sok-sok eseményre, nem csak baptisták támogathatják, hanem akik nem baptisták, azok is. És van-e ilyesfajta támogatás? Így van. Köszönjük szépen az 1%-on keresztül kapott felajánlásokat minden évben. <hül> nagyon hálásak vagyunk azért, hogy sokan odafigyelnek a munkánkra, értékelik azt, és mi pedig ezeket az összegeket szeretnénk arra fordítani, hogy azokat a a különféle társadalmi szerepeinket, amiket fölvállaltunk, a szociális intézményrendszerben, az oktatásban, a segítségnyújtásban, a szeretett szolgálaton keresztül, vagy bárhol, ahol segíthetünk a társadalom különböző részleteibe, uh -huh. ezekbe visszaforgassuk ezeket a segítségeket. Uh, itt van két könyv az asztalon, az egyik azt mondja: áhítat 2017, elmélkedések mindennapra. A másik szintén 2017, Reformáció és megtérés, ez egy baptista kalendárium. Külön köszönöm elnök hogy ezt elhozta, és tényleg itt az új évben már itt van. Rendszeres kiadványok ezek, minden évben van? Így van, minden évben visszatekintünk a kalendáriumban az előző évre, és a, a következő évnek az üzeneteit mm. benne elhelyezzük. Másrészt az Áhítat kiadvány pedig egy mindennapi Biblia olvasás segítő mm -hmm. kis kiadvány, amelyben Mondjuk így, bibliai falatok vannak minden napra, mint ahogyan nem egy vekni kenyeret eszünk meg egyszerre, hanem egy-egy szeletet. Így a Szentírásból is minden napra egy-egy szeletet előkészítettünk azoknak, akik olvassák ezeket. Nagyon szép kiadvány, és tényleg napról napra. Elnök úrnak ez a második ciklusa, ugye? Így van. De hát nem most kezdett dolgozni ez ügyben, hanem régebben, ugye? Igen, a lelkészi szolgálatom után az egyházunk a missziós vezetője voltam három cikluson keresztül, így végeztem a szolgálatomat, és most már a második időszakban vagyok az elnöki szolgálatban. És akkor egy vegyészből hogy lesz egy Hát úgy, hogy ah. Isten elhívott először is erre a szolgálatra. De a, ki... a vegyész a stimmel? A általános vegyész vagyok és Isten elhívott a lelkipásztori szolgálatra is, a teológián tanultam ezután, és aztán később pedig a közösség úgy látta, hogy, mm. hogy, Isten elhelyezett valami fajta ajándékot nálam, amit szeretnék a lehető legjobban kamatoztatni az ő dicsőségére és a közösségünknek a javára. Eszébe jut-e valakinek, és talán talán volt is ilyen, aki mondjuk nem tudom, elmúlt 25 éves, már régen nagykorú, és akkor eszébe jut, hogy akkor ő hirtelenségében a baptistákkal szeretne dolgozni, szolgálatot vállalni, akár önkéntesként, vannak önkénteseik, azt így tudom, van. nagyon sokan, akkor, akkor tudom, mindenkinek van honlapja minden, de előfordulhat az, hogy akkor, hogy így mondjam, me bejelentkezik. Hogy én már pedig nem vagyok baptista, de lehet, hogy azt szeretnék lenni. Van ilyen? Nagyon sokan jönnek. És nagyon hálásak vagyunk ezért, az önkéntesekért, akár <laughs> baptisták, akár más keresztény közösség tagjai, <laughs> vagy akár nem magukat nem vallásosnak tekintő emberek de akár a szociális programjainkban, vagy a segély programjainkban vesznek részt, akár nemzetközi programokban is bekapcsolódnak szakemberek, akikkel együtt dolgozhatunk. Legalább különböző. nyelvet tudnak, pláne, hogy Így van, valami, vagy olyan specialitásuk van orvosként, katasztrófavédőként, különböző uh -huh. egyéb tevékenységekben, amiben tudnak segíteni, és ugyanakkor a gyülekezeteinkben is nagyon sokszor vannak, egy példát hadd mondjak, Legutóbbi itt Budapesten, Gózsef utcai gyülekezetünk szervezett Egészségnapot, amikor véradás volt, amikor vércukorszintméréstől kezdve különböző egyéb dolgok voltak, amik nem a gyülekezet számára történtek, Ez az... hanem a gyülekezettel együtt, a körülöttük élő emberek számára. Nem véletlenül mondta az előbb elnök úr, hogy legfontosabb az ember ebben az ügyben is. Ö, azért még egyet mindenféleképpen megkérdezek, hogy, hogy kik voltak azok a habánok? Igen. A az... ha habánok? A nem biztos, hogy mindenki tudja Magyarországon. Hát ezért kérdezem. Hogy a habánok azok anabaptisták voltak. Habán udvarokban éltek. Mm -hmm. Ez a tulajdonképpen 16-17. század embereiről, anabaptistáiról beszélünk, mm -hmm. akik a baptista meggyőződésük mellett, vagy ehhez kapcsolódóan egy olyan fajta kultúrát alakítottak ki, mm -hmm. hogy különfölő mesteremberek mint a mai izraeli kibucokban uh -huh. együtt éltek, voltak 600 fős udvarok is. Vagy mint a krisnások. Lehetséges. Másfajta más kommunákban. Fajta kommunákban, így van. És a különböző szakemberek együtt dolgoztak, védték egymást, segítették egymást, már bevezették a gyermekek oktatását, még nem volt az társadalmakban bölcsöde, meg óvoda, uh -huh. nekik már volt. És e, aztán ezekben az udvarokban voltak különböző szakemberek, például olyan, Fazekasok, és kézművesek, akik a mai ismert habán kerámiáknak az eredetiét megalkották, és aztán ez akkor egy világszenzáció vagy szabadalom volt, és ezért nagyon nagyra értékelték az akkori különféle főurak, vezetők az ő munkájukat. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy Elfogadta a meghívásunkat, és akkor, ha akar, válaszol rá, ha akar, nem, harmadszor is jelölteti magát az elnökségért. Hiszen most elnök választások idején vagyunk. Én tavaly este már ezen a <laughs> Ez helyzeten, van. ilyen értelemben még van három év addig. Igen, tehát hát van idő gondolkodni. Van idő még gondolkodni, így van, de a, ott szeretnék lenni, az Isten akar látni. Sok szerencsét az új esztendőben is. Köszönöm szépen. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A Nagykörút mai magazinjába ennyi fért. Természetesen folytatjuk, ahogy elkezdtük a múlt évben, meg az azt megelőző évben is, tehát találkozunk egy hét múlva a szokott időben. Addig is minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra.